Szlaza Szvitold nevű lengyel barátunk, aki a KDNP-nek a tagja, aki az első beruházás óta itt él most Pakson, tehát Paksi, és a Paksi KDNP-nek a tagja, ő tett egy írásbeli javaslatot arra, hogy Madame Curie szobrát állítsuk föl a városba, tekintettel arra, hogy az egyes erőmű, tehát az Paks 1-nek a beruházása kapcsán ugye nagyon sok lengyel megfordult a városba, és ezek a lengyel munkások sokat dolgoztak egyébként a parkba, és kialakították a lengyel-magyar barátságparkot, ahol ugye két kis ér is csordogált, ugye a Duna és a Visztula. A tervek szerint Maria Skłodowska Curie szobra a Szent István és a templom tér között található lengyel-magyar barátságparkban kapna helyet. A 150 éve született lengyel származású fizikus és kémikus, a 20. század legnevesebb tudósnője, a maghasalás felfedezője, az egyetlen a tudomány történetében, aki két különböző tudományágban is elnyerte a Nobel-díjat. Az elképzelések szerint a szobor alkotója Bronisław Kristof világhírű szobrász, aki a lengyeleknek már több száz emlékművet, emléktáblát, illetve domborművet készített. Tárgyaltunk miniszter úrral is, ő a lengyel energetikai miniszterrel kapcsolatban van, lehet, hogy lesz tavasszal közös találkozójuk Magyarországon, és akkor erre ő is szeretné, hogyha erre sor kerülhetne, és akkor esetleg közösen együtt avatnának egy Madame Curie szobrot Pakson. A Keresztény Demokrata Néppárt paksi szervezete rögtön az elképzelés mellé állt, a megvalósítást a Fidesz paksi szervezete és az önkormányzat is támogatja.